Gazdasági évköszöntő rendezvényt tartott a Györmoson Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara Győrben. Pintér Péntek Imre a megyei iparkamara elnök elmondta, a megye gazdaságának is a legfontosabb problémája a munkaerőhiány, illetve egyre több cég áthelyzi székhelyét Ausztriába vagy Szlovákiába. Melyek azok a gyengeségek, amik, amik a megye gazdaságát jellemzik? Az egyik ilyen gyengeségünk nem kell mondani a munkaerőhiány. Ezzel küzdünk ö, ö, évek óta, és minden bizonyal még ezért ezzel küzdeni fogunk a következő időszakban is. Illetve az utóbbi időszakban egy érdekes momentum jött a megye gazdaságában, egy csomó cég áthelyezi a székhelyét Ausztriába, de főleg Szlovákiába. Ezzel is valamit tennünk kell, mert ha ebben a megyében, ebben az országban nem lesz munkás, és ha nem lesznek vállalkozások, hát az nagy problémát fog okozni, azt gondolom, hogy az élet minden területén. Nem tudunk más tenni, mint meg kell próbálnunk meggyőzni az országos és helyi politikát, hogy minden olyan központi szabályzó, ami ezt segíti, hogy Magyarországon egyre több munkatársunk itt maradjon, és a cégek nem menjenek külföldre, mindent tegyenek meg, és rádöbbenteni arra őket, hogy ha nem segítenek nekünk, akkor ebből problémák lesznek. De azzal nem akarom átadni az itt ülőket, mert itt a 95% a vállalkozó. Nem akarom átadni, hogy a magyar állam, vagy a önkormányzat, a helyi, vagy a megyei önkormányzat megoldja mi problémáinkat. Segíteni rettendő sokat tud, de megoldani nem tudja mi problémáinkat. És nagyon nagy bajban leszünk, hogyha az életnek a kihívásaira nem tudunk jó válaszokat adni. És milyen kihívások vannak, amik rettentően fontosak a mai világban, Egyszer rá kell döbbentünk a vállalkozásokat arra, hogy nap mint nap azzal ébredjenek, hogy innováció nélkül meg fogunk halni. Nap mint nap, ha kicsit innoválunk, akkor kicsit, ha nagyot, akkor nagyot, de innováció nélkül ez a világ nem működik. Meg kell értetnünk a vállalkozásokkal, hogy az ösztönös vállalkozások időszaka 2019-ben lejárt. Tehát ö, olyan, olyan céget kell működtetnünk, amelyik profi menedzsment van az élén, még hogyha 5 vagy 10 ember dolgozik is ott, vagy az alapítókat, vagy a ré, ré, régi embereket képezzük át, vagy felveszünk fiatal embereket, akik már tanulták ezt a szakmát. A generációváltást terveznünk el. Ott tartunk, hogy a magyar gazdaság KKV-nek a generációváltás előtt vagyunk, vagy, vagy közben vagyunk, de ha nem tervezzük, akkor ebből a végén még nagy problémák lesznek. És itt még egyszer felsoroltam azt, hogy bajban vagyunk, hogyha a vállalkozók nem veszik észre, hogy itthon kell tartanunk minden áron. Minden áron, itthon kell tartanunk a kreatív munkaerőt, a kreatív mérnököket, akik hozadott értéket teremtenek ennek az országnak. Ha ők nem maradnak itthon, akkor maximum egy jó gyarmat leszünk Európában. Hozadott érték nélkül igazából ö, ö, nem, nem tudunk ö, mit tenni. És milyen lehetőségeink vannak? Van az a bűvös szó, hogy ipar 4.0, már mindenkinek, minden csapon ez folyik. Az ipar 4.0 az nem szól másról mint megpróbálni a világ által kitalált technológiai gazdasági fejlesztéseket fejlő, fejlő, vagy fejlesztéseket Magyarországra adaptálni. Ha nem elég ez az adaptáció, akkor azzal kell foglalkozni, hogy kutatásfejlesztés. Magyarországon a kutatásfejlesztésnek úgy tűnik, a gózpontja az egyetemek lesznek. Nekünk van egy nagyszerű egyetemünk, és a nagyszerű egyetemünket nyomni kell abba az irányba, hogy igen, a te dolgod nem csak a diákok képzésével, hanem a kutatásfejlesztésével kiszolgálni a gazdaságot. Ha valaki fél bemenni az egyetemre, nem tudom miért féljen, de hogy fél, úgy gondolja, a jöjjön be a kamarába, majd mi helyzetbe hozzuk és segítünk neki, hogy, hogy ilyen meg ilyen problémák vannak a gazdaságnak, és tisztelt egyetemünk segíts abban, hogy, hogy hogy a, a, a kutatásfejlesztésben jó tudjunk adni. És még egy rettentően fontos dolog a felnőtt képzés, mindig ezt de tény, tényleg így van, hogy, 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 a mai világban az, hogy valaki a középiskolába vagy az átiskolába megtanulja, és egy, és, és egy szakiskolába, és egész életében a, a, abból él, amit ott tanult, az egyszerűen képtelenség. Nap, mi, nap képeztünk el a munkatársainkat, és, és, egy, kimondok egy egyszerű mondatot, hogy a magyar felnőttképzést át kell fordítanunk a kínálat alapból a kereslet alapúba. Ez könnyű kimondani. Megcsinálni kicsit nehezebb lesz, de nincs más választásunk, mint olyan felnőttképzési rendszert kell Magyarországon beállítanunk, amely a vállalkozásoknak a vállalatoknak vállalko 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 teljes mértékben meg fog felelni. És ugye, ami rettentően nehéz, hogy nem elég egy dolgot változtatnunk, hanem több dimenziós változást kell, hogy végrehajtsunk. Én csak kettőt emelnék ki Isten igazából ebből. Egyik, hogy a technológia olyan jelentős mértékben változik, az emberiségnek a tudásanyag, meg olyan jelentős mértékben változik, hogy ezt rettentően nehéz követni, de nincs más választásunk. Illetve ami legalább ilyen gyorsan változik az ut utóbbi időben, a munkavállalóknak az igénye. A munkavállalók már rég nem azt akarják tőlünk, mint 10-20 évvel ezelőtt, hanem ez a mostani generáció egy teljesen más munkahelyeket kíván tőlünk. És erre mi a, mi a megoldás? Én azt gondolom, hogy nincs más megoldás, mint az összefogás, az oktatásnak az összefogása, az iparnak, a gazdaságnak és a politikának. Ha mi így hárman összefogunk, és ebbe a teremben itt, itt ül a gazdaság, itt ül, a, itt ül az oktatás az egyetem révén, és itt ül a politika, a, a, a helyi és az, és az országos politika. És a legfontosabb mondandóm az, hogy ne elszenvedi legyünk a változásoknak, hanem tudatosan alakítsuk a gazdasági környezetünket. És ha valamiről, akkor a kamara erről szól. Mert a világon nincs olyan kormány, Magyarországon sem tudja megtenni egy magyar kormány, hogy egy millió vállalkozóval tartsa a kapcsolatot. Az a kamarának a dolga. Jöjjön mindenki a kamarába, mondja el, hogy mit szeretne, és hogyha az, amit ő szeretne, az közösségi érdek, és mi tudjuk ezt közösségi érdeként képviselni, akkor a megyei kamera megyei szinten képviseli, és azért van itt például az országos kamerának az elnöke, hogyha az országos ügy, akkor pedig országos szinten kell, kell képviselnünk. És a, és a rettentően fontos dolog, hogy most Magyarországon olyan szelek fújnak, hogy az országos kamarának a, a szavát meghallja Magyarország, Magyarország kormánya. Ez az is bizonyítja, hogy, hogy itt vannak fontos politikai képviselők, és remélhetőleg, hogy a, a, a helyi önkormányzat is meghallja a mi szabunkat, a megyei és, és, a, és a városi önkormányzat is. És ezért tennünk kell, beszélnünk kell, mondanunk kell, mert ennek az országnak nagyon fontos, hogy jól működő gazdasága legyen, és ennek a jól működő gazdaságnak az egyik élmegyét úgy hívják, hogy Győr Moson Sopron megye. És ezt a pozíciónkat nem kellene elengedni, hanem mi Magyarországnak legyünk továbbra is az egyik él gazdasági megyéje. És ezért mi az első eladónak Borka és Zsolt polgármesterudat kértük föl, aki a mi megyénknek a, a a legjelentősebb városának a polgármestere, nem csak lélekszámra, hanem gazdasági teljesítményre is. Ez a város példa a megyében, de azt gondolom, hogy példa az egész ország területén is. Borkai Zsolt Győr polgármestere is köszöntötte az egybegyűlteket. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, államtitkár úr, elnök urak, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy először is megköszönjem azt a lehetőséget, hogy itt önök előtt állhatok, és először is boldog új évet kívánjak mindenkinek és sikerekben és egészségben gazdag, boldog új évet. Köszöntöm természetesen polgármester kollégáimat is, akiknek ebben az évben különös feladatuk lesz, hiszen azért ne felejtsük el, hogy mindig érdekessé válik akkor egy év, amikor választások vannak, és ezt sem lehet megkerülni, hiszen ilyenkor az emberek sokkal dinamikusabban gondolnak bizonyos dolgokra és egyértelművé válik az, hogy sok olyan probléma jön ilyenkor felszére, amit együtt közösen kell megoldanunk. Elnök úrtól bevezetőben hallhattunk a gazdaság és Magyarország elkövetkezendő időbeli lehetőségeit, vagy inkább kihívásait, de én azt gondolom, hogy ebben a városban, ebben a térségben, és be kell mondjam Magyarországon, mindig is az elmúlt időszakban együtt közösen megtaláltuk azt a hangot és azokat az irányvonalakat, ami révén a gazdaságunk fejlődhetett, és ebben igazából nincs. Nem lehet szervezeteket kiemelni, hanem azt lehet kiemelni, hogy együtt gondolkodással, egy megfelelő stratégiával, vélemény szerint az elmúlt időszakban ez a város ugyanúgy, mint az ország gazdaságilag folyamatosan erősödött. És én most szeretnék egy kis tájékoztatást arról adni, és nem kimondottan, csak a mellünket veregetni, hiszen azt szoktam mondani, hogy ha egy város sikeres akkor azt szerényen kell tudomásul venni, és ugyanakkor pedig a kihívások irányába teljesíteni kell azokat a dolgokat, ami előttünk van, és fel kell zárkoztatni azokat a településeket, városokat, és együtt segíteni kell, akik talán nincsenek most jelen pillanatban olyan helyzetben, mint ez a város, de mégiscsak az elkövetkező időszakban a lehetőséget biztosítani kell számukra. Na szóval, hogy is áll ez a város? Én azt gondolom, hogy jó pár évvel ezelőtt megfogalmaztuk azt, hogy melyek azok a területek és mik azok a legfontosabb lépések, amelyek révén a gazdasággal együtt közösen tudjuk erősíteni a gazdaságot, hiszen mindennek a mozgató rugója a gazdaság, és hogyha a gazdaság jól működik, akkor jut mindenre, és valóban azt tudjuk mondani, hogy egy város, egy térség, egy ország erősödni tud. Mi különböző területeket határoztunk meg, és. Ezek révén ugye megnéztük azt, hogy mik azok a, ebben a városban, amelyek erősségeink. Itt a felsorol dolgok, ugye az együttműködési rendszerünk, hiszen azért ne, azt se felejtsük el, hogy akkor, mikor a gazdaság bajban volt, akkor azért azok a szereplők, akik ebben a városban meghatározóak, így az egyetem, így az iparkamera így a város együtt közösen megtalálta azokat a pontokat, amiben egy kicsit előre tudtunk lépni, és a nehéz helyzetben talán a vállalkozásoknak tudtunk egyértelműen segíteni. Számunkra mindig az volt a fontos, hogy olyan gazdasági környezetet alakítsunk ki, ami révén vonzóvá tudjuk tenni ezt a várost. És ha ezeket a pontokat megtaláljuk, akkor biztos vagyok benne, hogy az egyik vállalkozás generálni tudja a másikat, és az itt lévő vállalkozások pedig olyan lehetőséget tudnak jutni, ami a fejlődést, a növekedést tudja számukra maximálisan biztosítani. A innovatív ötletek mentőn fejlődik a jövő is. A gépjárműipar egyértelmű, hogy ebben a városban hihetetlenül erős, és talán mondhatom azt bátran, hogy erre épül, bár azért a későbbiekben, ahogy az előadásomban majd egy-két mondattal más területet is szeretnék érinteni, mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy egy város egy térség számára nagyon fontos dolog az, hogy több lábon álljon, és ha több lábon áll, akkor egyértelművé válik az, hogy, hogy az egyik a másikat erősíteni tudja, és kölcsönhatásban, tud lenni egymással. Nagyon fontosnak tartottuk és tartjuk továbbra is a sportban elérhető lehetőségeinket. Az elmúlt időszakban hihetetlen kiemelt infrastruktúra fejlesztés volt, és ez beigazolta az, hogy nem csak arról szól, egy városban, hogyha valami nagy nemzetközi eseményt tudunk idehozni, hogy megrendezük azt a versenyt, hanem arról is szól, hogy a városban, a térségben lévő embereknek tudjuk biztosítani a sportolási lehetőséget, és ugyanakkor pedig a gazdaság területén olyan újabb és újabb lehetőségekhez tudunk jutni, ami révén így a gazdaság számára is, és akár egy innovatív és innovatív lehetőségeket tudunk biztosítani a továbbiakban. A kultúra volt számunkra is máig is az a másik nagy terület, ami kölcsönhatásban van a gazdasággal, hiszen akkor, mikor egy cég ide akar jönni ebbe a városba, én azt tapasztaltam, hogy sok mindent vizsgálnak. Igen, elsősorban az, hogy milyen kvalitású munkaerő van a városban, de az egyik nagyon fontos szegmense egyértelműen a kulturális lehetőségek is. Mint ismeretes, a tavalyi évben pályáztunk a Európa Kultúrás Fővárosi címért. Sajnos mondhatnám, azt nem mi nyertük, de nem nem sajnos, azért, mert azt láthattam és tapasztalhattuk együtt közösen, hogy hihetetlenül ismét össze tudott fogni a város, együtt közösen egy olyan programot sikerült kialakítani, amit egyébként mindenképpen szeretnénk megvalósítani, hiszen ne felejtsük el, hogy 2021-ben Győr városa 750 éves lesz, és erre a 750 éves jubileumra szeretnénk a kultúrát még jobban előtérbe tenni, és ezáltal megvalósítani azt a pályázatunkat, amit egyébként a 2023-as Európa Kulturális Fővárosára adtunk le. Amikor arról beszéltem, hogy egy városnak több lábon kell állnia, és több területen kell lehetőséget biztosítani, akkor az egyik nagyon-nagyon komoly láb a turizmus, és 2017-ben nagy büszkeséggel mondhatom, hogy Győrvárosa bekerült a top 10 leglátogatottabb városai közé, és ezáltal ugye mondhatnám azt, hogy a régi iparvárosból egy másik olyan lábkezdettel kialakulni, ami révén egyértelművé vált, hogy gazdaságilag tovább tudunk erősít, erősödni. Számtalan rendezvényel és számtalan lehet további lehetőségekkel. Természetesen, mint minden, minden, településnek, számunkra is vannak komoly kihívások. Ahogy elnök úr is említette, ez a munkaerő hiány kérdése, de hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól együtt tudunk gondolkodni, és itt engedjék meg, hogy kiemeljem az egyetemmel való rendkívül jó kapcsolatunkat, ami révén azért azt látom, hogy az egyetem folyamatos fejlődése, innovációja, lehetőségei azt mutatják, hogy olyan szakembereket, olyan magas szintű képzett embereket tud kibocsájtani az egyetem az elkövetkezendő időszakban is, ami egyébként a gazdaság hasznára lehet, hiszen ezek az emberek innovatív gondolkodással, a XXI. századi tudással biztos, hogy segíteni fog, tudják majd a gazdaságot, vagy éppen az élet más-más területén további lehetőségeket tudnak majd biztosítani. A Lehetőségeink a befektetés ösztönzése szeretném kiemelni, hogy Győr városa megmerte már kétszer tenni azt, hogy egyszer 1,8%-ra, majd 1,6%-ra csökkentette az iparűzési adót. Ezt ha úgy nézzük, akkor a gazdaságban jelen állás szerint mintegy 6 milliárdot hagyunk ott iparűzési adó tekintetében minden évben. De ez jól látható, hogy a gazdaság ezt a 6 milliárd forintot pedig nagyon jól használja fel további fejlesztésekre, innovációra, és ezáltal még jobban ösztönözve azt, hogy magasabb hozzáadott értékkel eredmény és sikeresek lesznek, és egyébként újabb és újabb beruházásokkal mernek vállalkozni városban és a térségben, hogy ez is egyik a másikat generálja. A legnagyobb jelen állapotban éppen a mai napon néztük meg a tavalyi évi adóbevételünket, a terveknek megfelelő volt, tehát annak ellenére, hogy csökkentettük tavalyi évben, tehát már úgy fizették a, vállalkozások az iparizási adót, hogy most már ugye 20%-os csökkenés történt meg, de a tervezethez képest nem csökkent az adó adóbevétel, amit egyébként visszaforgatunk, hiszen 20 milliárd forint nagyságrendben tartalmaz a költségvetésünk fejlesztéseket és ne felejtsük el azt sem, hogy az jövőben elsősorban nekünk a helyi és kisebb rendszerekre kell odafigyelni egy városnak, ugyanakkor pedig a, a kormányjal való jó kapcsolat révén az látható és tapasztalható, hogy a nagy beruházásokat a kormány maximálisan támogatja, és ehhez pedig nagyon jó táptalajt adott már eddig is a város, és a helyi fejlesztéseken kívül, kisebb fejlesztéseken kívül úgy hogy a jövőben is a kormányzat által generált és támogatott nagy fejlesztéseket fogjuk tudni majd megvalósítani. Egyébként a 18-as évben sem kell szégyenkezni, hiszen számtalan nagyon komoly fejlesztést tudtunk megvalósítani. Ebben a, a városunkban is, itt egy-két például a parkolóházat hadd említsem, vagy éppen a belváros további szépítése. És nem utolsó sorban pedig nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy a modern város program kialakításánál elsősorban a, a gazdaság igényeket vegyük figyelembe, hiszen nagyon-nagyon fontos dolog, és a gazdasági igényekhez kapcsolódó különböző olyan területeket, ami egy egységesen eredményezik azt, hogy ez a város tovább tud fejlődni az következendő időszakban. Itt látszik, látszik egy-két olyan jellegű projekt, ami most már nagyon-nagyon közel van, már mint az elkezdéshez, és remélhetőleg a jövőben pár év alatt meg tudjuk ezeket valósítani. Őszérték egyébként ennek a Modern Városok programnak, mintegy 150 milliárd, amit a magyar kormány biztosít Győrváros számára is. Én szeretném megköszönni a gazdaság résztvevőinek azt a támogatását, amivel akár együtt tudta gondolkodni nemcsak a politikával, hanem az élet többi szereplőjével is, és azért azt se felejtsük el, hogy az elsődlegesen ahhoz, hogy egy ország, egy térség, egy város fejlődjön, ahhoz olyan emberek kellenek, akik erre képesek, és én szeretnék a győrieknek köszönetet mondani, hiszen nagyon-nagyon komoly aktivitásukkal nagyon sokat segítettek az elmúlt időszakban, és bízom benne, hogy ez a város, ez a térség tovább fog majd fejlődni a jövőben is. A rendezvényen előadást tartott dr. Nagy István agrárminiszter, Karáákos infokommunikációért felelős államtitkár, és dr. Parra László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Felhívom nézőink figyelmét, a gazdasági évköszöntő rendezvényen készített teljes felvételt egy későbbi időpontban mutatjuk be.